Igazából a tüdő még úgy nagyon be se kapcsolt, ha megnézzük. Ja, ja, itt van egy félkész dolog. Ja, 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 aha. Egy ilyen érzékelős cucc. Mit találtunk ki arra, bakker? Mit találtunk ki erre? Zsolti egyébként okos volt, nagyon, az előző stream végén, és javasolt, hogy tegyek be ide egy shutoff-ot a... De miért is? Először ezt fejtsük meg, és akkor utána gondolkodunk a problémákon, mert amíg ez nincs megoldva, addig oxigén sincs. Most jelenleg... Hát, ja, gyakorlatilag 0 kiló algán van kibányászva, úgyhogy ezt totálisan elfogyasztottuk. Úgyhogy ennek a tüdőnek működnie kell. Tudó, működjön a tüdő. Nagyon sok tudót írtam mostanában a kódba, és azért ragadt ez így belém, ezt ki kellett mondjam, de egyébként okádnom kell. Mit akartam én ezzel leszenzorozni? Na, várjunk csak, várjunk csak. Ja, tudom, az atmoszenzort, igen, igen. Jó étvágyat. Az atmoszenzort azért tettem ide. Nagyon jó, nagyon jó. És azt már rá is kötöttem ide. Aha, csak be kell állítani. Szóval, akkor kapcsoljon be a cucc, amikor a gáznyomás below 1 kiló alatt van. Azok egyébként nem is lenne olyan feltétlenül rossz, akkor miért nem megy? Ja, mert én ezt közben itt elzártam. Azért nem megy. De nincs is áramja, hogy menjen. Na, ha nincs áramja, akkor folyamatosan nyit, vagy akkor folyamatosan zár a shutoff. Na, mi történik, ha nincs áram a shutoffon? Nyitott vagy zárt állapotban ragad? Az lenne a logikus, hogy zárt. Hát akkor csak-csak meg kell oldani ezt a áram dolgot. Felmondás? Hát, majd még meglátjuk. Meglátjuk, hogy milyen ígéretek jönnek innen-onnan, és akkor majd annak fényében. Uff, milyen fejet vág éppen. Ja, ezzel abban is ilyen fejet vág. Ja, jó, oké. Azt hittem, hogy valami fázis rajzon megragadt itt a dolog. Jó, akkor találjunk itt ki valami áram, hogy gyorsan inkább kezdjük azzal mégis, mert ahogy nézem, ez lehet, hogy ő... Aha. Hát... Hogy állok hidrogénnel? Mennyi gyűjtöttünk össze? Egy tartály megtelt. Éppen. Rakjak egy... basszus, mi lesz a klímával? Mi lesz a klímahelyzettel, bakker? Nincs is bekötve az automatizálósba a másik cucc. Lehet, hogy direkt nem kötöttem be. Na mindegy, bekötjük. Rátesszük high priorra. Készüljön el. Na mi helyzet, srácok? Kidolgozik még. Eltelt a hétfő. Remélem senkit nem skalpoltak meg így. Ünnepek előtt vagy ilyesmi. Harakiri nem történt. Hát azért mint építik. De itt fent nincs áram. Ez itt nagyon-nagyon cinkes. Építsétek már meg. Ugye kétszer annyi pénzt? Hát, egyébként igen, ez is benne van a pakliban. Hát van a... Erről beszélgettünk egyébként múltkor kollégámmal, és nagybecsű barátommal, akivel együtt dolgozunk, és együtt szenvedünk a munkahelyemen, hogy tulajdonképpen az emberek nagy része, 90%-a egyébként szerintünk megvásárolható. És azon emberek körülbelül
80%-a is megvásárolható, akik azt mondják magukról, hogy nem megvásárolhatóak. Általában ez egy hazugság. Úgy gondoljuk. És ezt tartom is. Van a rokonságomban egyébként olyan ember, akiről hiszem, hogy nem megvásárolható, és becsülöm is ezért, mert egy nagyon különlegesen egyedi életet él. Többnyire egyedül, azt azért hozzá kell tenni, mert nagyon nehezen köt kompromisszumot, viszont tiszta a lelke és a becsülete. És ez nagyszerű. Emellé nem járul gazdagság, de nagyon becsülöm az életmódjáért. De így végig gondolva, és végigpörgetve az ismerőseimet, rokonaimat, nem nagyon ismerek még egy ilyen embert. Szerintem mindenki más megvásárolható gyakorlatilag. És hogyha tegyük fel, hogy a másik hely per helyekről kapok egy X-et, majd oda megyek a mostani helyre, hogy hát az a helyzet, hogy itt a fasságok listája, azt átadom, mert azt tervezem összeírni. És mondom, hogy hát amúgy viszlát, és azt mondja, de ájjájájájáj, kapsz kétszer annyit. Én meg így, ja oké, akkor maradok. Tehát ez létezik. Ez a forgatókönyv, ez meg van írva, csak kérdés, hogy megteljesül-e. Nem tagadom, ilyen szempontból megvásárolható vagyok, tehát nincs ezzel semmi probléma. És mondom, szerintem az emberek nagy része hazudik, aki azt mondja, hogy nem az. De mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy minden embernél van az a pont, aminél még visel. Amikor a tűrő képessége még tolható, még egy kicsikét. Van az a határ, igen, ameddig még hajlandó szívni, a totális, pusztulatos, gusztustalanság legvégső fokán még nem tartunk, úgyhogy még egyébként még egy picikét lehet ezt kompenzálni anyagilag. De nagyon sok esetben az embernél akkor derül ki, hogy mennyire megvásárolható, vagy mennyire sem, amikor a konkrét döntés kényszer elé kerül. Tehát amikor filozofálgatni mindenki tud, hogy én biztos nem, meg kétszer annyiért se. Hát a fene tudja, szerintem nagyon sokan máshogy döntenének. Nem azért, mert akarva hazudnak, hogy én most tudom, hogy nem azt csinálnám, de akkor is ezt mondom. Szerintem nagyon sokan nem. Hát a fene tudja. Lehet, hogy inkább többen vannak azok, akik nem tudják magukról, hogy megvásárolhatóak. És amikor oda kerülnek, azzá válnak. Lehet, hogy többen ilyenek. Igen, tehát a szituáció az önmagában nem reális, persze. De hogyha ezek csak gondolatkísérletek tulajdonképpen. Tehát a valós lehetőségek azok nem ezek. Miért nem kapcsol be ez a szar? Közben... Hé! Ez nem is... Ez ugye, hogy 1000 volt? Én ezt nem írtam át. Mikor lett az nulla? Jézusom. Na jó, most nézzük meg. Mikor lett az nulla? Ezt nagyon gyorsan ássak el onnan. Hát 5%-ért szerintem. Szerintem se. Jó, csak kicsikét lemaradtam. Hát bocs, én ezt nem olvasom vissza. Ott is kereskedelme dolgozik.
Az év végi nagyhelyre, az biztos, basszus, kereskedelemben, hát tuti. Én úgy kereskedelemben még nem dolgoztam, hogy értékesítőként, vagy a kassza túloldalán, akkor inkább így mondom, mert dolgoztam már olyan helyen, ahol volt bolt, de nem volt közöm a bolthoz. De fú, basszus, nem irigylem azokat, akik igen. Mi van akkor, hogyha másik helyen kétszer annyit keresel, de olcsmány szartoxis a környez... És, ja, hát ez nem biztos, hogy előre kiderül. Másik helyen kétszer annyit, de nagyon rossz a környezet. Biztos, hogy nagyon-nagyon bánnám és utálnám, és előbb-utóbb váltanék. Tehát... Ezek szerintem egyébként gyakran nem fenntartható dolgok. Tehát hiába megvásárolható nagyon sok ember, fenntartani az egész rendszert maga körül, szerintem akkor sem tudja. Tehát szerintem ezért buknak egyébként bele politikusok, meg mit tudjam én, mert nyilván megy a korrupció, mindenki megvásárolható, itt-ott történnek kis figyelmetlenségek menet közben, elkezdik bánni, elkezdenek kevésbé diszkrétek lenni, és akkor szerintem előbb-utóbb emberi hülyeségek miatt csúsztak meg, például. Na mindegy, ezek csak kis hülyeségek, egyáltalán nem biztos, hogy így van, ahogy én mondom. Mi megy itt tönkre közben? Van itt egy darab wire. Miért kezdett elromlani? Lehet, hogy ez még akkor volt, amikor nem volt szétszedve ez a két ág. Arra gondolok. Amikor ez még ide tartozott, mert akkor az plusz... Hát igen, mert az plusz 480 watt azon az egy ágon, és szerintem amikor azt még nem választottam le, ez a vezeték akkor sérült meg. Attól függetlenül valaki oda mehetne megjavítani. De nincsen senki, aki oda menne. Miért? Fura. Ez bug? Nincsen kikapcsolva az autó repair. De egyértelműen nincsen elrendelve feladat a javításra. Jó, mindegy. Most jelenleg azt csináltuk meg, hogy betettünk ide egy kapcsolót, ami ezen szenzor alapján ez a szenzor légnyomást mér itt benn. És hogyha a légnyomás nagyon magas, akkor elzárja a vizet. Erre azért van szükség ezt a vizet itt. És látszik, hogy zárja is el. Sőt. Ja jó, aha, jó, az a lényeg, hogy ne legyen tele a cső. Látszik, hogy zárja is el. Ez azért történik, mert amikor elfogyott az áram. Fenébe már. Töltsétek már meg azt a szart. No pending deliveries. Miért? Senki. Nem megy oda. És ide se. Elfogyott a szenem. Faszki már! Hát... jó. Akkor... Tévedtem a stream elején, amikor azt mondtam, hogy a... Jó. Hogy az áram nem olyan nagy probléma, hogy kevés van. Már kevés van, és már nagy probléma.
Az ott nem szén, tudom, csak mások felé. Már probléma. Szia, Reni. Hát... Jó, gyorsan szerzünk szenet. És az a baj, hogy most hirtelen három megoldódó problémánk van, és most már tényleg egyik sürgősebb, mint a másik. Nagyon gyorsan egy kevéske szenet szerzünk. Lehet, hogy kiépítjük a széndioxid űrbe való kidobásának intézményét, mert útba van. Már egy darabig gyűjtöttük, de hát meddig gyűjtsük még? Van még sok szén, csak azt keresem, a könnyen kibányázható szeneket keresem igazából. Itt fent nincsen. Itt igazából a kezdőbájomban van, szinte csak. Szerintem ez még a kezdőbájom része. Nem, az már nem az lesz, ez már másik. Akkor nem csak ott van, nézzétek mennyi szén van itt is például. Jó, akkor azért most leásunk szépen. Ez maga a pokol. Megint csak a pokol. Hát igazából mehet négyesbe. Jobban belegondolva. Itt is itt a szén. Így. Hát jó, azért akadgat. Azt is kiszedhetjük nyugodtan. A növényeket egyelőre még nem akarom kiásni egyébként a természetes helyükről, tehát azért balfaszkodok ott. Hát. Jó, de majd még lejjebb ásunk. Jó, ideig még nem ástunk el, oda az már sok effort lenne hirtelen. Itt ezen a részen nézzük még át, mi van. Én ezt innen kiásom végül is. Így. Most ezzel lesz egy kevés keszenünk, jó lesz egy darabig. Így. Még egy kis alga is. Jó. Jó, persze, nyilván eljött a nap vége éppen. Lehet, hogy a kaja a kisebbik tragédia most, főleg, hogy kaptunk kaját. Fingós embert, nem? Jó. Kiszedjük az omlettet. Jaj, hát most csak egy napra oldja meg a problémát. Jaj. Ne, nyilván egyébként nekem is megvannak azok a határok, amikor már azt mondom, hogy jelen... Tehát a jelen mindsetem szerint azt tudom mondani, hogy ez már nekem is sok. Tehát nyilván nekem is megvannak azok a szintek, amire jelen agyammal azt mondom, a jelen életfelfogásommal, hogy az már nem ér annyi pénzt. Tehát hiába. Vagy nem ér bármennyi pénzt, akkor inkább így mondom. De ez egy olyan szitu, hogy most ezt így kimondom, és amikor oda kerülnék a döntés helyzet elé, lehet, hogy máshogy döntenék. Simán lehet. Attól is függ, hogy jelenleg milyen élethelyzetben van az ember. Tehát amikor kisebb az anyagi szükség, akkor talán könnyebb megtartani a gerincet. Vagy a fenet, mi történt ezekkel? Vagy pont az, amikor az embernek nagyon sok pénze van, akkor veszíti el a gerincét. Melyik lehet? Melyik lehet az igaz? Miért törtek azok el? Wrong element damage van. Miért?
Ó. Aha. Jó. Belefinktak az emberek. Na, azt is csak-csak le kell szűrnem. Áj, pedig nem akartam. Nem akartam leszűrögetni, de kénytelen vagyok. Belefinknak az emberek a csőbe. És hogy csak most jött ez elő? Egész eddig nem finktak bele. Dehogy nem. Vagy csak megjavították, míg észrevettem volna. Na jó, leteszünk egy szűrőt. Igen, igen. Szia, Defik. Szia, Karaj. Nagyon jó témázgatás, mert most is, Karaj, biztos megvan a véleményed. Nem tudom, mennyit hallottál eddig belőle. Egyelőre letesszük az olcsó szűrési megoldást, aztán meglátjuk a gas pipe element szenzor. Összekötjük. Lehúzzuk. Nem ott. Lehúzzuk itt. Lehet deconstruct. És pont itt a pilács. Ezt így be is kötjük. Sok pénz torzítja a látásmódot. Igen, bizonyos szempontból egyértelműen, ehhez nekem sem fér kétségem. De persze, mert bezár egy buborékba. Tehát egyrészt a sok pénz során szerzel egy olyan kapcsolati tőkét, amivel függőségbe kerülsz. Tehát kialakulnak anyagi függőségi viszonyok üzleti érdekekből kifolyólag, hogy fenntartsd az anyagi szintet például. És ez a közeg, amiben inkább bekerülsz, bezár egy buborékba, amiből nem fogsz kilátni, és ezért torzulhat a látásmód. Igen, ezzel én is egyetértek, de hogy az erkölcsi szinted, az erkölcsi színvonalod is változik azzal, hogy több pénzed lesz? Vagy azzal, hogy több pénzed lesz, nem fogod könnyebben mondani a gerincedet félredobva az igent egy kevésbé etikus ajánlatra például, vagy de. Itt oxigénre szűrünk, és összekötjük megint. És csak ez a nagyon unalmas modell már, ez a element szenzor plusz shutoff kombó, csak ez a legolcsóbb, úgymond, és ennyi, ez a legolcsóbb. Legolcsóbb és legkevésbé fáj áram felhasználásba. Ez egyébként működni látszik. Ezt lehet, hogy nem mondtam végig. De egyébként még mindig nem az igazi. De lehet, hogy elég ám így is. Ezt nem mondtam végig. Szóval az a lényege, hogyha hagyjuk, hogy megteljen a nyomás a kamrában, akkor az fog történni, hogy az elektrolyzerek leállnak a túlnyomás miatt, és ha az elektrolyzerek leállnak, akkor nem fogják fogyasztani a vizet. Ha viszont nem fogyasztják a vizet, a víz megfagy a elektrolyzerben. Vagy hát itt a portnál fagy meg igazából, de olyan, mintha benne lenne az épületben. És hogyha viszont nem hagyjuk, hogy tele legyen a nyomás, és úgy tűnik, hogy pont ez az 1000 kiló egy viszonylag optimális beállítás per blokk, akkor ugye minek után folyamatosan megy, nincs ideje megfagyni a víznek. Igazából így ennyi. Úgy tűnik, hogy működik. Úgy tűnik, hogy ez megy. És egyébként ez egyre kisebb problémát fog okozni, mert ha belegondoltok,
Ugye a korábbi problémánk is az volt, hogy az elektrolyzerek túl sok hőt termelnek, és felfűtik ugye a tüdőt, mint olyan. Viszont így... És most is felfűtik. Ez egyértelműen látszik. Egyébként az áramnak, meg áramnak nem nagyon szabadna elfogynia sajnos. Mert az is ugyanezt a szituációt fogja előidézni, hogy nem fogy a víz a csőből, és ezért van ideje megfagyni. Az a baj, nem termelünk annyi áramot, hogy a tüdőnek feltöltsük az aksiait. Mert az lenne a tök jó. Lehet, hogy fallbacknek kellene leraknunk még egy mókus kereket. Miért ne? Hosszú távú kétségbeesés is egyébként szerintem tudja torzítani az embert. Ez őszinte biztos. Nem véletlenül gondolom, hogy nem gondolom, hogy véletlen lenne az, hogy a ember-ember elleni közvetlen bűnözés, mint betörések, vagy akár emberölés, vagy ilyesmi. A szegényebb rétegekből kerül elő, mert alapvetően normál anyagi helyzetben biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik bűnözésre adják a fejüket, nem tennék ezt, hogyha egy stabil anyagi helyzetben élnék az életüket. De ugye a szélsőséges szegénység miatt radikalizálódnak ők is, és nem vagyok benne biztos egyébként. Hát mondjuk erre viszonylag nagy esélyt látok, nem biztos, hogy 100%-os, hogy az emberek ebből vissza is tudnak jönni, ha esetleg rendeződik a helyzetük. Hát még nem sikerült a szenek nagy részét kibányászni, illetve amit igen, így nem tudunk lemenni. Aha. Jó, hát akkor ezt itt felépítjük. Szóval sok szenünk még most sincs. Hát... Ajaj. Ezzel már lassan kezdenünk kell valamit, mert megtelik ez a kis pisi tartályunk. Kiszűrögeti a pisit, kiszűrögeti, egyszerűen csak megtelik és kész. De jó lenne, hogyha ezt valahogy a fizika elvén le tudnánk juttatni. Vagy át. Nincsen még kifejlesztve a kis pumpa. A kis pumpa. Azt melyik az? Mintha lett volna. Valami ilyesmi formája volt egyébként. Ilyen... Tehát úgy emlékszem, hogy valami ilyen kis kapszula-szerű, de lehet, hogy rosszul emlékszem. És műanyag is kellett hozzá. Lehet, hogy a DLC-ben nincs. De miért vennének ki valamit? Na, biztos nem. Hát, a fene tudja.
Na mindegy is. Mert most gondolkodom, hogy beletegyek ide egy pumpát és átszivattyúzzam. De hát nagyon kevés áramunk van. Még itt talán egy darabig elvenem, mert most azt nézem, hogy egy blokkod itt még csak 2300 van, és azért ez már egy jó 100 ciklus óta telik. Jó, lehet, hogy 100 ciklus nincsen, egy 80-60, amit egy évre hagyjuk. Kezdjük jól állni. Jó, rendben, oké, oké, foglalkozunk az eredeti két problémával. Most még van egy lélegzetvételnyi áramunk. Bízom benne, hogy a színbányászat hamar megoldja itt ezt. Hogy hogyan legyen fekvőhelye, illetve élelme a két új emberünknek. Fekvőhely. Mennyi ágyunk van jelenleg? Kár, hogy ezt nem összesíti a játék, azt hiszem. 4, 8, 10. Egy ágy kéne. Étkező asztal mennyi van? 2, 4, 8, 10. És egy asztal. Fú, ez nagyon szarul jön ki. Igazából ez is itt étkező kéne legyen. És akkor az három ágyat meg valahova... gyakorlatilag kell egy másik hálókörlet. Nem valahova, hanem egy jó helyre. Csak hogy minden irányba teljesen beszorítottam magamat, és ezt nem volt annyira átgondolt. Ezeket a hülye tartályokat... Lehet, hogy fogom azt, aztán... Ezeket most elpusztítom minden. Nem mindet, nem kell ide ennyi gáztartály. Most már ezek nem nagyon lesznek használva. Lehet, hogy az lesz. Mert... most már soha nem lesz annyi földgázunk, mint az elején, fingásból származó. Viszonylag kevés oxigén jut be a bázisra. Vagy nem tudom, olyan furcsán. Hol van a... Nem kevés az. Egy olyan kis halványnak tűnik nekem, de ez egyébként van ám itt. Hát egyébként tényleg nem olyan nagyon sok. Na jó, azt én kiszedem. Ezt a kettőt biztosan. És akkor nézzük, hogy mennek a csövek. Jó. Egyébként kár gondolkodni, semmit nem hagyhatok meg ezekből a csövekből, mert átmennek a szobán. És rontják a dekort, úgyhogy mindenképp az összeset le kell törölnem, és újra kell építenem. Úgyhogy ezen kár gondolkodni. Miért nem szedi azt ott? Ja, azt leteszette. Ja, jó, oké, ez így jó. És akkor ez itt miből van? Sandstone-ból. Az sem jó, mert át kell építenünk gránitra. Ezt itt. Meg akkor ezt így egészen eddig. Milyen hőmérsékleti viszonyok vannak itt? Jó, nem kell szigetelés. Oké. Okay. Jó, durva hát is. Mármint, hogy Vádár. Hát, mindig csak kitartást tudok mondani, nem mást. Mondanám, hogy pár varratot átvennék. Mondjuk a kezembe. Vagy elosztanák a varrataidat így egymás között. De sajnos ezt nem tudjuk megtenni. Vagy megtehetjük, csak attól neked nem lesz kevesebb. Ezt is itt kiszedjük. Ezt nem varnád a nyakunkba? Milyen kedves! Jó, akkor a szokásos pattern szerint gránitba ültetett, illetve gránit cserébe ültetett növénykék, és ide lefér 4 darab ágy frankón.
Tökéletes. Lerakjuk ezeket a kis díszecskéket. Ezeket meg lehet venni a zombiba szállanként. 200 forintért. És hát akkor ezt a két ágyat meg ugye kitörölhetem, mert étkezőasztalt teszünk a helyére. Pont annyit, mint amennyi ágyunk lesz. Pont kiadja. Ezt a falat is elszedhetem innen. Jó. Tökéletes. A növénykék nem bírják most annyira dolgot. De nem baj. Stresszel, hogy állunk. Nagyon jól. Oké, ezt innen kitöröljük. Igen, az a baj, hogy itt most összegyűlöm lett a földgáz, kicsit. Ezt itt nem fejeztem be. Ezt nem fejeztem be, mert... vissza kéne vezetni a földgázt egyébként. Vissza kéne vezetni úgy a földgázt, hogy elfolyjon ide. De egyébként nem is nagyon kell az a sokat törődni, tehát annyit csinálok, hogy innen a portról lejövök. Hát, fene tudja, elvigyem messzebb. Én az ülepítőbe gondoltam elvinni. Ha már egyszer szűrök, akkor szűrjük bele az ülepítőbe. Végül is a cső az ingyen van. Szinte ingyen. Így. És így. Jó. Teljesen kihűlt forradborom. Hát, ha nem is metánt. De földgázt. És kalort. Egyszer nekem is lett volna egy műtétem. Amit aztán szerencsére nem kellett elvégezni. Úgyhogy annak aztán nagyon örültem később, de... Há, fingós ember! Ne. És egyébként egy... szemétség, mert... egyszerűen annyira erőszakosan le akartak beszélni a helyérzéstelenítésről, hogy... nem, egyszerűen nem jutottam egyről a kettőre. Nem voltam elég magabiztos. És ez állami kórházban volt, szóval nem magában, tehát nem a pénzem ellenében mondták meg, hogy te már pedig helyi érzéstelenítést kapsz, hanem egyszerűen nem akartak felvenni úgy a anesteziológián, hogy én azt mondom, hogy altatást kérek. És ott érveltek, ott takadékoskodtak, ott izéltak, ott voltam benne egy fél órát, és ott előbb-utóbb feladtam, és azt mondtam, hogy jó, akkor helyi, csak hagyjatok már, hadd menjek. Szóval magánban egyébként ez tök jó, hogy az ember kérheti, nyilván több zsért, de egyszerűen nem sikerült ezt magánban. De aztán végig szerencsére nem kellett megülteni, úgyhogy ezt ott megúsztam. Szia, Zsolti! Jó, hát akkor jöjjön a fingós ember, lehet nevet kérni, mert kivettünk egy új emberkét, most csináljuk egyébként, lesz... hát egyébként... ja, lesz alvóhelye. Lesz neki alvóhelye is, étkezője is lesz neki, szóval tök jó. Kajája nem biztos, de az már másik téma. A fenébe.
Hát figyelj, Zsolti, ez előző streambe kaptál egyet. Nem fog, hát most még nem foglalt, de hát mindjárt megmutatlak. Nem, akkor pont nem voltál ott egyébként? Az volt, hogy valamelyik őtök, nem tudom melyik őtök, kért egy nevet, névgenerátor, a Troján, és minek után ő már van, úgy kért nevet, hogy ő már benn van, tehát hogy nevezzük el Trojánnak őt, hogy aztán végig is azt mondta, hogy legyen akkor Zsolti. Hát már kínozlak, persze. És akkor gyakorlatilag Troján név foglalásából lett érte. Vagy több Zsoltink van. Ebben most nem vagyok 100%-osan biztos. De szerintem te voltál. Na, akkor van, hogy te voltál. Na. Jó, akkor ezt most összekötöm valahogy. Hogy is. Melyik a földgázos ág? Ja, ez a... Hát basszus, lehet, hogy csak fel kell jönnöm a szobán keresztül, azt nem úszom meg, mi? Jó, mert azt megúszom, hogy itt a földgázos ággal körbejövök. Majd... Várjál, hogy van? Megzavarodtam. Ja, így, oké. Ez mi volt? Glitchel a kezem! Így. Hát, ja, majd aztán egyszer az egyen kénytelen vagyok itt feljönni, mert hol jöjjek fel? Tehát teljesen be vagyok zárva. Itt a Snake-re, ha emlékeztek, mikor bezárja magát a kígyó. Mert ez konkrétan az a szitu. Sziasd! Fú, ez az. Ah, jó, most már minden fasza. Kezdeti komor hangulatú beszélgetésünknek tökéletesen vége kell szakadja, mert megjött ott is, most már senkinek nem kell rossz kedve legyen. Oxigén, kompincsa, nem az én gyáram. Vagy hát, hát... Nem pont ilyet, nem tudom, hogy Gigem ilyet csinált, de azt az ötletet, hogy egy ilyen ék alakú cuccban fentre hidrogént, lentre meg oxigént gyűjt. Én ezt Gigénél láttam először, de hogy ő most hogyan rendezi el az elektrolyzert, meg a pumpákat, meg hogyan szűri le, meg hogy hogyan automatizál, azt én nem tudom. Tehát csak magát ezt a tök alapkoncepciót, hogy egy ék alakú cuccban fent hidrogén, lent oxigén, ezt így nála láttam először. De a részleteiben mondjuk, hogy saját, de szerintem ezt mások is csinálják, úgyhogy nehéz sajátnak hívni. Majd küldöm a számlátást, de egy kicsit később, majd a stream után, hogy jogdíjat a cuccra. Hát... Azt hiszem, még megint nem leszünk kész itt semmivel, de nem baj. Növényt lerakjuk. Ide is lerakjuk. Hát az biztos, hogy nem optimális itt semmi. Miért nem tudnak ezek? Ja. Azért nem jönnek le, mert nem tudnak lejönni. És elfogyott a szenünk megint. Figyeljünk oda, mert baj van. Utolsó szenek vannak a színgenerátorban. Nem lehet bejelölni, hogy piros legyen, hogyha elfogy? Ilyen minimum szintet beállítani? Tudjátok, mint az ilyen készletnyilvántartókban, hogy értesítési limit, meg mit tudjam én. Tök jó lenne, hogyha ilyen alert. Tehát van az a csipogós alert. És hogyha 0 kiló szén és 0 kiló alga lesz, akkor így bealertelne egyet valahova. Steam Deck fókuszált content. Gondolkodtam. Csak soha nem jutok el odáig. Bárcsak lenne. Jaj, de nagyon jó lenne. A nagy YouTube csatornára gondolkodtam Steam Deck-es videót csinálni, de... Annyi időm van ilyenekkel foglalkozni, mint amennyit láttak itt most. Ez a heti 3 óra.
néha 6. Ugye, ha kitolom a streamet, akkor alkalmanként 4 óra, de... Jelen pillanatban minden szabadidő, amit nem a családra szentelek, azt meg valami ház körüli tudsz viszi el még mindig. Most hétvégén például villanyt szereltem. Kiraktam a garázsba egy ilyen dupla hajzatot. Kötözgettem. Vittem a kábel, bilincselgettem végig szépen. Meg volt a policy, ugye? Az nagyon fontos. Mindig meg kell legyen a policy. Meg volt. A cső és kábel vezetési policy, ugye? Ezt az életben is alkalmazom. Nem csak ám itt izé. Nem vagyok én ilyen imposztor, vagy hogy mondjam. Én bizony kitalálom a rendszert, ezt abba csinálom. Nem én találom ki, ezek szakszerű dolgok. A Clay legújabb játékát? Hát nem néztem. Valami dereng egyébként valamelyik tavalyi ilyen videójátékos showról, de már itt tök nincs előttem, még a képek se. Varázsló iskola management. Igen. Majd stream végén, hogyha nem felejtem el, lehet, hogy kialta valok megnézni. Nem fog érdekelni egy újabb játék, csak mint hogy annyira, hogy játszam is. Mind over magic. Ez a címe? Lerakok még egyet ebből. De... legszívesebben arcon köpném magam ezekért a megoldásokért. Most már kezd nagyon zavarni ez a... széndioxid gyűjtögetés. Nem érzem professzionálisnak, de összegyűjtök még egy adagot. Hát ott is... nem olyan vészes ám. Most csak abban a kontextusban nem vészes, hogy én egyébként egy elektrotechnikát tanultam. Ugyan nem villanyszerelést, de attól függetlenül elektrotechnika során mi miközben tanultuk, megtudtuk, mi az a váltóáram. Milyen a 220, mire kell figyelni. Konkrétan villanyszerelést nem. Hogyan kell bekötni egy konnektort? Nem. De hogy mi az a fázis, meg mi jelentősége van a földelésnek, meg ilyeneket nyilván megtanultunk mi is. Tehát így ebben a kontextusban nem nehéz dolog. Most, hogy teljesen laikus embernek, aki nem tanult az áramról, maximum csak a középiskolai fizika órán, annak nyilván nem ajánlom, hogy konnektort kössön be. Nem azért, lehet, hogy van kézügyessége becsavarozni a három kis csavart, csak hát azért minimális tisztelettel kell lenni a áram miatt, és tényleg 8-szor leellenőrizni a kötést, letesztelni, biztos, hogy jó-e 23-szor megrángatni a vezetéket, hogy nem akarja kijönni a helyéről, mert nem bízom benne, hogy az én szerelgetéseimben nem lesz soha gond. De ja. Nyilván senki nem akarja felgyújtani a házát. Mert azért az para. Nyilván, és a biztosító se fizet szerintem akkor, amikor saját villanyszerelés gyullad fel. Persze, aki valamennyire is bizonytalannak érzi magát, az bízó szakemberre, amennyiben van rá keret, vagy hogy mondjam. Hát egyébként rohadt sokat tud kérni egy villanyszerelő, tehát, hogy átvezetékelni egy házat, hát az egy vagyon. Az én anyagi szintemen, onnan nézve, tényleg egy vagyon. Hát basszus, mennyi körbe vezetékelni egy 70 négyzetméteres házat? Nem tudom, mert nem kértünk ajánlatot. Mert hogy az előbb említett okokból nagyon sok vezetéket húztam itthon, de meg apósom is segített egyébként rengeteget. Mondjuk ő többet húzott. Na mindegy, teljesen mindegy. De 3 millió? Az egészet újra húzni? Egy
Biztos, hogy nagyon-nagyon sok. Hogyha veszel egy házat, ami még aluvezetékes, és... Ha veszel egy házat, ami aluvezetékes, és az egészet, akkor nyilván meg kell csinálni. Hát, ja, most én 3 millió környékére tippelek. Hát jó, panelházban még rosszabb. Igen. Ott felgyűjtedi a panelt. Az a baj, panelben is ki tudja, hogy hogyan van például kint egy kapcsoló szekrény most. Lecsapja, nem csapja. Én biztos vagyok abban, hogyha valami baj van itthon, akkor az le fogja csapni az automatát. Nyilván fírelé van minden előtt, fírelék vannak minden előtt, szóval nem értek, olyan nagy baj nem lehet nálunk itthon. Akkor sem, ha szar a kötés. De fene tudja. Ötven négyzetméter volt, 800. 3 éve. Valószínűleg már akkor biztos, hogy egy millió fölött van. Hát, ja. Nyilván az attól is sok, hogy mennyi leállás. Hogyha mindenhova a négyes sorolható ajzatot kéred, meg ne a mentavilles olcsó legyen, hanem legyen mondjuk Le Grand, vagy valami, hát az tudja, hogy nagyon meg tudnak szaladni itt az árak. Hogy van ez? Nagy az, hogy... Hogy megy? Most megzavarodtam. Honnan megy? Hova? Ja, innen így ide. Aha. Oké. Okay. Így. Ezt lehet, hogy egyébként így is lehetne kötni, hogy fogom, és így áthúzom egyenesen. És másképp is áthúzom egyenesen, és akkor nincs ez a... spagetti. Mindegy, most már leszarom. Ilyen marad. Ez rettenetes. Fúj, hogy néz ki. És akkor ebbe mi megy? Na, én csak most megzavarodtam. Mit művelek? Mondom, folytatom a patternt, de... Ja, így. Így. Spagetti. Szóval most már nem is látom, hát mi a tököm történik itt, őszintén szólva. Ez így biztos, hogy nem jó. Na jó, azt mondja, na jó, na jó. Szerintem ezt az egészet dekonstruktolni kéne a picsába. Na még egyszer. ez rettenetes! Júj! Ennyit EFT-zni. Jó, kis spagetti, na jó. Esünk neki még egyszer. Na jó, de most akkor gondolkodjunk is. Honnan akarok honnan? Mert ezt itt értem. Ez itt tök rendben van. Na de itt. Az előző, innen kimegy a cucc. Melyik az utolsó, amiből bemegy? Várjunk csak, itt eljön. Itt felmegy, majd átmegy ebbe, majd átmegy ebbe, majd átmegy ebbe. Akkor innen menjen át. Menjen át ebbe. Fúj. Majd úgy, ahogy valahogy így. Rendben van, szerintem. Mindenki keresed egy hányó zacskót most nagyon gyorsan, mert szükséges lehet. Jaj, atya világ. Félrelépni tilos. Ó, bakker. Na, mindegy is.
Egyébként ráadásul aszimmetrikus. Most nézzétek már meg, mit művelt a vide régen. Itt a létrától, itt van egy blokk kihagyás, a másik irányban még nincsen egy blokk kihagyás. Mindegy, szerintem ez ennél rettenetesebb nem lehetne. Én ezt már bánom. Szégyellem. Ezt meg tüntessük el innen. Igen, igen. Az a gyerekútkereső, hogy végig kell húzni ceruzával, hogy megtaláld a kiútat. Na jó, a fekvőhelyünk megvan. Egyébként meglepően nem állunk rosszul kajával. Tehát a kaja a legkisebb problémánk. Nem az áram. És még ráadásul mindjárt beröffentjük még azt a... Hát mondjuk alig van gázunk, úgyhogy mindegy. Hát gázat nem sokat gyűjtöttünk egyébként. Na de vagy a széndioxid az nehezebb, mint a gáz. Ennél fogva... Bajos. És ez a lenti pumpa ez folyamatosan megy. Tehát kénytelen folyamatosan menni. Hát az ülepítő nem úgy sikerült, ahogy kéne. Mert pont azt nem szűrjük ki, amit nagyon szeretnénk. Persze a széndioxidot sem rossz kiszedni, csak akkor sem az történik. Na és ez mi ez? Igen, 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 a kajából nem vagyunk ugye leresztve. Jó van, bővítsük ezt a farmot, aztán meglátjuk. Bővítés merre történjen, mert az is bajban vagyunk, nem csak az, hogy hol legyen a hálószoba, hanem hogy merre bővítsünk. Ó, gyűlik a pisi is itt. Pisi is itt. Mert erre slime lang van, erre nem tudunk bővíteni.